Második alkalommal szervezték meg Udvarnokon a Szűcs Imre versmondó versenyt, amelyre az idén mintegy 70 gyerek nevezett be Vajdaság minden területéről. Az idén Bogdán József Bíborbogár című verseskötete volt az, ami a verseny alapját képezi. Ebből készültek a gyerekek, és ebből fognak verseket mondani különböző korosztályokban. A gyerekek nagy élvezettel mondták Bogdán József papköltő verseit. Arról szól a versem a mezejomok putrinkáról, és a versemet azért szeretem, mert egy kis árva bogár. A mezei homok putrinka. A Szűcs Imre versmondó verseny kapcsán már a jövőről is szó esett. Én úgy érzem, hogy ez egy olyan rendezvény, amely megtalálta a maga helyét, és hogy jövőre is az Imre naphoz legközelebb eső szombaton Szűcs Imre emlékére, tehát 2013. november 9-én újra találkozni fogunk itt Udvarnokon. Jövőre egy antológiát készítenénk a vajdasági magyar költészetből, és azt adnánk a gyerekek kezébe, hogy abból készüljenek majd a versenyre. Az idei versmondó versenyt követően bemutatták a Bíborbogár című verseskönyvet és a most megjelent Hihetetlen mesék könyvét.